Krisztusban, szeretett testvéreim! A mai olvasmányok, amelyek az évközi időre szólnak, mintha csak egy temetési szentmisére választották volna ki. Ugyanis mindegyik valamiképpen az élet és halál kérdésével foglalkozik, távlatosan ugyan, hogy az embernek legyen ideje erről elgondolkodnia, és az élet nagy célját elne veszítse. A Prédikátor könyve az az ószövetségi könyv, amelyik abban a korban íródott, amikor a zsidó nép még nem hitt a föltámadásban, ugyanis csak a Krisztus előtti időkre jutottak el odáig, hogy hitték a föltámadást. Mi vezett el őket ide? Küzdelmük az Isten hitért. Amikor a makabeusi háborúban elestek, őrizve a hitüket, őrizve a templomot, akkor megkérdezték, hát ha az Isten jó, és az Isten szeret bennünket, most itt vannak azok, akik meghaltak a hitükért, akkor végük van, hát akkor mire való volt a küzdelem? És a kinyilatkoztatás elvezette őket oda, hogy van megoldás, mert az Istenért vállalt küzdelem az nem hiába való, de az egész élet sem hiába való, mert van örök élet és van föltámadás. És ekkortól kezdtek imádkozni a zsidók a halottakért, amit mi katolikusok átvettünk, hozzá kell tennem, mert a protestáns testvérek nem teszik, de mi a zsidóktól vettük át, hogy szent és üdvös dolog imádkozni az elhunytakért, hogy feloldozást nyerjenek bűneikből. És így értjük meg annak a prédikátornak, aki egy vívódó ember volt, egy egészen mai ember, aki hit nélkül él, hogy mit ér az egész élet, ha egyszer a halállal mindennek vége van, és minden megsemmisül, mint ahogy Jézus mondja itt a példázatban, hogy esztelen vagy ember, gyűjtögetsz, s ma meghalsz. Ki lesz mindaz, amire annyi időt fecséreltél és energiát? Hát ugye itt az inflációs idő, ki tudja, hogy sok küzdelmünk mire volt jó, vagy a menekülteké, akiknek egy élet, munkája oda van a háborúban. Van nagyobb érték is, mondja az Úr. Lehet gyűjteni olyan kincset, ami a mennyben kamatozik. Ez nem betétkönyvet jelent, hanem a hitnek és a hitből fakadó jótetteknek a betétkönyve, mondjam így, a jó erényeit. És aztán már ott van Szent Pál apostol, aki abból a hitből él, hogy találkozott a föltámadt Krisztussal, és mi bátran hirdeti a kolosszai híveknek, Krisztussal együtt ti is föltámadtatok, keressétek tehát azt, ami odafönt van, ahol Krisztus ül Isten jobbján. Az égre irányuljon figyelmetek, ne a földiekre. Szent Pál elmerte mondani a kolosszai híveknek, hogy ti föltámadtatok. Na nem úgy, mint a végső föltámadásban, hanem a hit, a keresztény meggyőződés hitében, mert egészen másként él a hívő ember, mint a nem hívő. Mert tudja, hogy van örök élet, van föltámadás, és ebben a hitben értelmessé válik minden cselekedete. És igen, most, amikor Győző atyát gyászoljuk, és itt a szentmisét mutatunk be,
akkor arra kell gondolnunk, hogy az a pap volt, aki a hitben előttünk járt. Nem véletlenül kapta meg a hit pajzsa kiváltságosoknak, a hitért sokat fáradozó embereknek a kitüntetését. A hit embere volt. Egész fiatal korától kezdődően, hiszen, mint tudjuk, és mindannyian tudják a kedves hívek, hogy ő egy matematika-fizika szakos gimnáziumi tanár volt. Annak készült. Az a régi rendszerben is egy megbecsült, kiváló elfoglaltság volt, amit általában az emberek becsültek is, hogy tanárember és komoly tantárgyakat tanít. De valami belső vonzást érzett, hogy valami még nagyobbra tegye rá az életét. Mert az is nagy dolog, és a tanítás az önmagában olyan cselekedet, ahogy a Dániel könyve mondja, akik igazságra oktattak sokakat, ragyogni fognak, mint a csillagok. De valahogy ő direktbe akarta ezt az igazságot hirdetni, Krisztus igazságát. És így jelentkezett a Váci Egyház megyébe, így lett belőle papnövendék, majd fölszentelt pap, Vácott, és vállalt azokat a kápláni státusokat, ahova őt helyezték, sőt volt időszak, amikor még abban az időben azt sem végezhette, nem valami leolvasó, villany leolvasóként kereste a kenyerét. Aztán visszakerült a szolgálatba, és életének nagy részét itt köztetek, kedves testvérek, élte le. 40 évnél is nagyobb idő, egy hosszú emberi életnek, munkás életnek biztos, hogy a java több, mint fele. Úgyhogy akik akkor emlékeznek rá, amikor idejött már, azok se fiatal emberek, akik akkor 81-ben őt már megismerhették. Ismerték őt, és valahogy a latin közmondás, hogy a nevéhez hűnek kell lenni az embernek, ez érthető a keresztény névre, hogyha te kereszténynek mondod magadat, akkor legyél hozzá hű. Hát az ő neve hivatásával egybevágott, pásztor volt. Pásztor, lelki pásztor, aki itt élte le a sári hívek között az életét, küzdelmeivel, örömeivel, kudarcaival, aminek mi tanúi lehettünk, különösen a rendszerváltás idején. Akkor is, hát, nagyra becsültem őt is, próbáltam abban a küzdelemben segíteni, ami az iskoláért vívott harc volt, és azt miért? A hitért. Iskolát mindenki tud felállítani, ha van elég pénze rá. Az államnak is van iskolája, és lehetnek jó iskolái is, de ő többet akart ott is. Hívő, vallásos iskolát, katolikus iskolát, hogy ne vesszen ki a hit itt, ezen a tájon, és legjobb már az ifjúságot megfogni, őket nevelni, tanítani, hogy megmaradjon a hit, mert mit mond Szent Pál apostol élete végén? A hitet megtartottam. Az emberrel sok minden történhet élete folyamán, főként egy hosszú életben, mint Győző atyái is volt, mert neki is voltak minden bizonnyal, gyarlóságai, mint minden embernek, de a hitet megtartotta. És azért mondja Szent Pál, hogy a hitet megtartottam, mert aki a hitet megtartja, az megmarad az Isten szeretetébe. Az helyre tudja hozni a esetleges hibáit, bűneit, és a jó tetteit is tudja gyakorolni. És ez az örökség, ez a parma fidei, mint ahogy megkapta ezt a díjat, amit rátok hagyott,
kedves sári testvérek vagy, akik idejöttetek mostan, a hitet tartsuk meg ebben a nagyon hitetlen világban, ott támadva van a keresztény hit, ő neki az emléke így maradjon fel, védte a katolikus hitet. És erre mindenre, minden áldozatra kész volt. És azt kérjük az Úrtól, hogy a jó pásztor fogadja be őt örök országába. Bocsássa meg vétkeit, bűneit, minden jó tettét számítsa be irgalmasan, és ha az Úrnál van, akkor kérhetjük azt, hogy imádkozzék értünk. És azért is, hogy legyenek a papságban követői. Hiszen, ahogy említettem is most is, három pap fekszik halva, jól lehet idős emberek voltak, de ők az Úr szöllejében utolsókig ott voltak, hogy legyenek ilyen papok, induljanak el jó példák nyomán, és ne maradjon pásztor nélkül egyetlen egy egyházközség sem. Megköszönjük őt az Úrnak, hálát adunk papi szolgálatáért, és azt kérjük, hogy itt maradt sári híveinek adja meg a legnagyobb vigasztalást, a meggyőződés és hitből fakadó örök élet reményét. Amen.